Rózsa Csilla 2012-ben az évi junior golfozója lett, tavaly év végén ráadásul második helyet szerzett a World Junior Golf Series amerikai állomásán. Beszámoló következik a versenyről és elmélkedés a jövőről. Rózsa Csillával jó reggelt kívánok, szia! Ezért azt tegyük hozzá, hogy ennek a szervezetnek egyébként a világranglistáján pedig az első helyre kerültél, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy sok egyéb fantasztikus siker mellett azért ez egy, hát úgy mondjam, elég jó pont volt, ugye az íre az esztendő végén. Igen, ez egy nagyon jó év befejezése volt ezzel a ranglistával. Úgy érzed, hogy akkor ez tulajdonképpen egy picit most az egész évnek adott egy ilyen különleges utóízt, mert hogy egyébként, ahogy végignézzük a meneteléseden, azért az egész esztendőre jutottak sikerek. Igen, ez egész év nagyon-nagyon jól sikerült. Szuper. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor mindenki jött belőle, amit szerettél volna. Marad benne természetesen, de azt majd a következő években. Világos. Segíts nekünk eligazodni, ugye, hogy itt erről a World Junior Golf Series által készített világranglistáról van szó. Hogy van nálatok, akár a junioroknál a világszervezet megítélése? Többféle van, mint a boxolóknál, és a világszervezeteken belül is lehet az embernek különféle helyezése, vagy ezt tekinthetjük abszolút listának? Igen, a junioroknál nem lehet egységesíteni egy nagy ranglistára, mert túl sok verseny van, különböző nagyságú versenyek, ezért minden saját szervezet, akinek van egy saját sorozata, az csinál egy világranglistát, az általa a nagy versenyeknek tartott versenyekkel beszámítva. És akkor az alapján azok számára, akik azokon a viadalokon többnyire elindulnak, abból állít fel ezek szerint rangsort. Értem. Ez a szervezet egyébként mennyire számít jelentősnek? Ez egy nagyon nagy versenysorozatnak számít. 4 főbb állomásra van Dél-Afrikában az első, aztán Lengyelország, Németország és végül Amerika. Uh-huh. Ezek, amik főként beszámítanak a versenybe, és még más egyéb főként európai versenyek. Ahogy végignézek a tavalyi esztendő sorozatán, hát nem tudom, hogy összesítetted, de már hány hónapot voltál itthon és mennyit külföldön körülbelül? Én nem számoltam még meg pontosan. De mi lehet az arány? Hát úgy, azért talán még egy kicsit többet voltam itthon idén. Aha, tehát egy picivel több, mondjuk 7 hónap, és ehhez igen, képest mondjuk. Jó, világos. De ehhez az életformához, ha jól értem, tulajdonképpen amikor eldöntötted, hogy ebbe az irányba lépsz, ehhez hozzá kell szokni, ugye? Tehát a golfot nem itthon játsszák legfőképpen, hanem külföldön. Igen, hát nem csak az, hogy nem itthon, hanem mindenfelé el kell menni versenyekre, bárkinek. Még egy német például, vagy németnek is, akinek otthon vannak a pályája, annak is el kell menni egy angol versenyre például, mert hogy ott a verseny. Világos, tehát tulajdonképpen ez egy állandó utazás, egy picit nyilvánvalóan a golfozó élete hasonló a teniszezőjéhez, vagy a teniszezője a golfoséhoz, tehát tulajdonképpen ez egy állandó utazás. Ugye amikor legutóbb itt jártál, akkor már beszéltünk arról, hogy külföldi edződ van, vagy edződ is van, ugye? Ebben a tekintetben hogyan zajlik mondjuk azóta a te felkészítésed, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy az internet az egy nagy segítség, tehát nagyon sokféle fajta úton, módon, Skype-on lehet kapni utasításokat, de előbb-utóbb lesz-e még ez a kapcsolat akár szorosabb is? Most nemrég voltam kint megint pár hetet edzeni egy nagyobb versenyet decemberben. Hol is van ez a kint? Florida, Jacksonville. Uh-huh. És most nem megyek, úgy körülbelül 2-3 hét múlva megint ki. És most ilyenkor az olyan, hogy felkészítsen újra az idei szezonra. Uh-huh. És ilyenkor vannak a komolyabb beszélgetések. Világos. Most az esztendőnek az alapozó időszakát töltött, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyenkor készíti fel az ember tényleg a szervezetét alapjaiban az egész 2013-as szezonra? Úgy szoktuk mondani, hogy a tél az az edzés és felkészülő időszak, a nyár és a tavasz az pedig a versenyidőszak. Világos, tehát akkor tulajdonképpen most benne vagyunk a felkészülés javában. Igen. Mit jelentenek, mit akarnak ezek a mélyebb beszélgetések? Ilyenkor átbeszéljük, hogy én mit érzek, hogy mit kell még javítanom, és akkor ezt ilyen mentális tréningszerűen ezeket megpróbáljuk kiköszöbölni. Világos. Ez azért jó, gondolom, mert ezekre az ő távollétében is vissza tudsz gondolni. Igen, van egy kis füzetem, amit mindig elviszek magammal, mindent felírunk, ő is mindig beleírogat, és bármikor vissza tudom nézni. Akkor te még maradsz a kézírásnál a nagy számítógépes korszak kellős közepén, vagy? Igen, mert egy füzet azért mindig jobban kéznél van, mivel a golfpályán nem szabad semmi telefont, se ilyeneket használni. Aha, világos. Ezért... És van olyan, hogy a versenyek közben is belelapozol a füzetedbe, hogy akkor most mit is beszéltünk? Nem,
Verseny előtt, amikor bemelegítek, akkor még átnézem néha, de utána már csak a játék. Mi a helyzet a dolog fizikai részével? Mert azt értem, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy az egész évre való mentális muníciót begyűjtsd, és a megfelelő pillanatokban hasznosítsd. De ilyenkor technika csiszolás is van-e, vagy hogy kell elképzelnünk az alapozást? Igen, ez a téli szezoni felkészüléshez tartozik, hogy ilyenkor változtatunk a technikán, meg minden. Ilyenkor van keményen kondi edzés is, és utána a nyáron pedig már csak arra kell, nem a technikára koncentrálsz, hanem csak a játékra magára. A kondi edzésnek milyen formáját képzeljük el egy golfozónál? Hát kicsit különbözik persze a többi sportágtól. Nem tudom. De futás, gyaloglás, hogy kell elképzelni? De inkább a hosszú távú állóképességre megyünk rá, uh-huh. mivel hogy egy verseny az 5 napon keresztül, 18-ig az napi 5 óra sétálás azért az elég hosszú. Világos, tehát akkor tulajdonképpen fizikailag is bírni kell, és nyilván mentálisan is. Hát igen, hogyha fizikailag elfáradsz, akkor már mentálisan se. Világos, az egyik dolog nincs a másik nélkül, ez teljesen természetes. Ugye arról már beszéltünk legutóbb, hogy magántanuló vagy, hát ezt az életformát nem is nagyon lehetne másképp űzni. És az ember joggal kérdezi meg, hogy ezt az életformát, a jövésmenést, az utazást nyilván nem lehet egyszerű finanszírozni. Te még nem kereshetsz pénzt, ha jól tudom, ugye amatőrként. Tehát tulajdonképpen egyelőre még csak a szülői, családi oldalon az investálás megy. Igen, az elmúlt években nagybátyám, édesanyám, ők közik nagyon-nagyon sokat segítettek ezen a téren. De mostanában, hogy vannak nagyobb és jobb eredményeim, tudok megkérni szervezeteket, akiknek a versenye van, hogy oda juthassak, azt kifizessék nekem a repjegyet, vagy ilyesmi. Például most megyek nem sokára a Dél-Afrikába, és oda is ők felajánlották, hogy kifizetik a repjegyemet, és hogy el tudok menni. Ez az utazási költség, vagy akkor ott el is látnak téged? Tehát... Ez a versenysorozaton belül úgy van, hogy csak a repjegyedet kell kifizetned. Az ottani szállás az egy alapítvány fizeti a szállást, a pályát, az ételt, mindent. De azért ehhez a szinten kell már járni, gondolom, ugye? Igen. Igen, tehát mindennek alapja a csúcs és a minden jobb teljesítmény. Csilla, hogy néz ez most ki pillanatnyilag? Tudsz arról, vagy a szüleid, a családod nem terhe azzal, hogy eddig mennyibe került a te pályafutásod nekik, hogy most ott tarthatsz, ahol tartasz, hogy azért a valamelyik világszervezet élén állsz? Azért én érzem, hogy ebben nagyon sok van. És, hát, számszerűsítve nem tudod, hogy nem terhelnek szerencsére ezzel? Nem tudom. Talán jobb is. Talán igen. Jobb is. De nyilván gondolom ez azért azt a hosszú távú célt is előrevetíti, hogy egy nap azért ez visszaforgatódik, és remélhetőleg. Igen, ez viszont, benne van. Viszont ha jól tudom, akkor ez elég messze van, mert ahhoz, hogy te profi legyél, ahhoz ugye nagyon sok dologról le kéne mondani. Például ugye az amerikai amatőr egyetemi státuszról, amiről nem szeretnél, mert arról értesültem, hogy vannak kérői szép számmal. Igen, na első... Célom az egyetem, uh-huh. hogy ösztöndíjbe kerüljek egy amerikai egyetemre, és ott a... WNCA keretében gondolom szeretnél ténykedni. Igen. Ott egy csapatba játszani, és hát ahhoz amatőrnek kell maradnom, szóval a gimi után még 4 évig biztos, hogy amatőr leszek, és csak utána kereshetek majd pénzt. És magát egyébként így, ha az NCAA rendszerét nézzük, gondolom, akkor ismered, honnan, milyen irányokból. Tehát azért a golf amerikai egyetemi szinten én tudom, hogy egy elég magasan űzött műfaj. Vannak-e favorit államok, favorit egyetemek, akikhez azért szívesen oda kacsintaná? Hát azért, mivel ez golf, azért melegnek kell lennie. A déli államok azért előnyben vannak. Én főleg nagyon szeretem Floridát, mivel hogy ott van az edzőm is. Világos. És akkor egy picit a kellemeset, a hasznosan össze lehetne kötni. Legalábbis kevesebbet kéne utazni, hogy személyesen találkozhassatok. Jó, tehát akkor ezek szerint van akkor konkrét kérő, több is, ha jól értem. Igen, szerencsére már úgy körülbelül 10 egyetem megkeresett, és hát nem engem személyesen, hanem az edzőmet, hogy szívesen látnának a csapatban. Na hát ez nagyon jó dolog, hogy akkor fogsz tudni válogatni, de még addig van egy picit ténykedés. Még 2 év, ugye, a gimnázium? Hát még 2,5 év. Hát igen, 2,5 év. Igen, szóval akkor még abban azt mindenképpen Magyarországon szeretnél, ha jól értem, akkor befejezni. Igen, azt mindenképpen itthon, mert hogy itthon azért a felsőoktatás azért szinten jobb, mint odakint. Úgyhogy akkor valószínűleg ez lesz a cél, hogy ezt itt befejezd, és akkor utána irány Amerika. Pontosan. Azokat az éveket követően pedig már akkor vélhetően a profi karrier, ugye? Ez a terv, igen. Ez a terv. Na, hát ez nagyon jól hangzik, és úgy tűnik, hogy a legutóbbi beszélgetésünk óta ezeket az eltervezett terveket szépen kezdett kipipálni, úgyhogy csak azt kívánom, hogy a folytatás is ilyen zöggenőmentes legyen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is, és gratulálok.